Készül a kakaós teker. Kakaós csigát készítünk. Miért kért tőled kakaós csigát? A Beus Amerika kérte. De már Amerika kérte, de már mióta? Mikor csinálsz már kakaós csigát? Nem mondom, hogy ha lesz időm. Drága, de már 2 hónapja kérem. Hát de most van időm. Most karanténban csinálok a karanténos kakaós csigát. Így, kiüljük a sarkokat. Na, milyen szép kockásra. Ki lett gyúrva. Akkor ezt nevezzük el karanténos kakaós csigának. Jó, jó, figyeld, figyeld. Oké. Okay. Le nem dobdott a tepsit, mert az már látod, ki van izélve. Vajazva. Vajazva. ez már köhögés volt, itt már félreállák tőlem. Hat lábra, nem ér tőlem félre. Ja, figyelj, de csak úgy jön most már. És száraz köhögés. Aha, én is azt mondanám, hogy az olyan száraz ágyat, hogy meg kell. Bubesz! Vajacskát, meg mindenki csinálni. Bubesz! Hát fordítsuk, elég vastag még azért. Aha. Na, figyeld. Le van takarva, szóval ott a ez jó kis vajaska lesz, csak motyogott ment. Yes. Így. Így, én már megcsináltuk a kakaós, meg a porcukor kevert mixet, szóval azt is mindjárt rászóljuk. Mindjárt jó ráragadjon. Az mit, a kakó meg cukor? Kakó meg porcukor. Miért ebből hány darab lesz? Hát majd megmondom a végén, ha összevárom. Aha. Most egy kicsit elegyet. Egyenlengessük. Elég sok. Ez jól néz ki. Drágám, mit raktál ebbe bele pontosan? Hát, ez egy fél kiló lisztből van. Fél kiló liszt. És egy csipetnyi só. Két és fél deka élesztő. Négy evőkanálni cukor, 2,5 deciliter tejcsi, meg azt hiszem 7 dekagram olvasztott vaj van a tésztában. A kakaópor az meg csak 100 gram kakaópor, meg 100 gram porcukor. És amikor megkened, akkor is felkened vajjal, meg így rácsöpögtetsz felad, és majd mindjárt fölgöngyölítsük és rátesszük a kigyúrt tepsire. Szóval itt van ez a tojás fehérje, meg kell bele a tésztába egy egész tojás, meg egy tojás sárgája. És megspóroltam a fehérjét, és teszek bele egy kis tejet. És amikor felszerem, akkor ebben fogom lekenni, hogy olyan szép legyen a teteje.
most megpróbáljuk fölgöngyölíteni. Nem könnyű, mi? Göngyölödik, nem? Hm. Nem csak itt egy kicsit megzik, hogy ragadjon. Te így tudsz? Itt viszont jó, jó kulimájszos. Egy kicsit kijött valamennyi belőle, szóval. Hmm. Okay, nem? Biztos. Ez meg ilyen semmire kellő. Ez lesz bubeszé. Uh-huh. Na, lesz oké, és most irány a sütőbe. Még, no, még 20 percig kellig áll. Okay. Állni kell, viszont ha most van dél, akkor körülbelül félig. Szóval most bekenjük a tojás fehérje, meg egy kis tej keverékével. Hmm. Így a tetejét is. Kicsit várjuk 20 percig, hogyan had élegyezzem meg egyet. Keljen meg, na. Szóval akkor cucc megy befelé a sütőbe. Jaj! Bemelegítettük kb. 180 fokra, még kb. 333-350 Fahrenheit. És akkor ez itt szépen sül, vagy 20 percig. De közben megnézzük, megfordítsuk. Szóval akkor így van. Oké, akkor most megnézzük, aztán mennyi 10 perc után. Uh-huh. Azt a büdös betyáreget! Júj, kakús ciga! Mm. Júj, bassza meg a mule! Jó, de jól néz ki! Egyszer megfordítottuk ezt a tepsit itten, és azt hiszem ez már kész van, de van 25 percig. Szóval, tudjuk ide föl. És mostan összesüljük, és megszórjuk porcukorral, mint ahogy lássuk a tévébe. De milyen ügyes vagy, Baba? Hm. Jó. Ezt már látszik, mert nem tesszük vissza. Ez egy kanál cukrocskát. Jó.
És ollala! Kész van a... És a Laci papa kakós csigája. Ó, elnézést kérek. Kakós csiga. Karantén alatt lévő kakós csiga. Kicsit meg kell izélni, várjál, mert nem jó. Nem, az jó. És most jöhet a hideg tejcsi. Na most még nem, mert még ezt tudod, még ez... Drágám, légy szíves, ki tud várni ilyen szép kakós csigákkal. Ez tűzforgó, megégető a nyelvre, te szamár. Ma ez baba is kér kakós csigát? Ollala, ennyi volt. És a végeredmény itt van. Yummy.